Hello, szevasztok! Folytatjuk a Serious Sam Siberian Mayhem című kiegészítőt. Itt hagytuk abba, ugye? Itt jöttünk át. Az a második fejezet. És továbbra sem tudom, hogy mi vár ránk. Oh! Egy kis információ, nagyon nagy valószínűséggel, tudom, hogy említettem az előző videóban a 4K lehetőségét, de nagyon nagy valószínűséggel nem fogok 4K-ban feltölteni, mert annak a helyigénye az extrém, szélsőséges mértékben nagy, brutálisan zabálja a helyet, és hát az olyan mértékben zabálja a helyet, hogy hogy még a 4 teras vinyómat is nagyon hamar betelítenék, hogyha mindent 4K-ban töltenék fel, úgyhogy meg kell elégedjünk az 1440p-vel, viszont amennyiben sikerült, vagy sikerül megszabadulni azoktól a véletlenszerű akadásoktól, a frame droppoktól, akkor szerintem már sokkal-sokkal jobb lesz a helyzet, illetve szerintem egy picit, vagy hát nem is feltétlen picit, jelenettől függő, de látható képminőség javulás is lesz, valószínűleg, remélem, a YouTube konverzió után. Ugye mondtam, hogy más enkódolási beállítást használok. Szóval... és az a durva... itt egy kis érdekesség... hogy egyébként a nyers videó, tehát amit én rögzítek a gépemre, a vinyóra, ugye mivel az nagyon magas bitrátával kerül rögzítésre, így gyakorlatilag 1440p-ben sokkal szebb minőséget ad, mint a legtöbb YouTube 4K videó. Az a durva. I need to get to the other side. There must be a way to move these containers. Aha. Oda kell átjutni. Ja, szóval majd, hogyha majd nézitek, majd Lici, mondjátok, adjatok visszajelzést arról, hogy nálatok, hogy láttok-e ilyen véletlenszerű akadásokat, frame droppokat, vagy hogy tényleg sikerült-e azokat végre korrigálni. Remélem, hogy sikerül, de az előző felvétel nem néztem elejétől a végig, mert az elég hosszú lett. Holodikoly? De holodikoyt én úgysem használok. Zenya. Jó, de csak azért nézzük meg, hogy konzisztens maradjak. Úgyhogy mondtam, hogy az összes mellékküldetést megnézzük. Annak ellenére, hogy nekem nincsen szükségem holodikoyra. Eddig sem használtam, a 4-ben sem használtam ugye, soha. I would like to register a request regarding spelling of my name in official documentation in likely case of my death at hands of alien invaders. Transliteration of Dimitri into English should use spelling with Y, not I, to prevent creation of inconsistency in historical record. Dimitri with I is name of my grandfather, as noted in previous complaint regarding transliteration of Russian names. Egyébként ez a csávó, aki most beszélt, ez Father Mikhail-nak a hangja. Ha jól hallottam. Ó, itt kell mozgatni a konténereket. Jó, egy picit később lesz, hogy megnézzük akkor a mellékküldetést, jó? Get inside the hangar. Ó. Oh. Jól láttam, hogy olyan... Na azért.
Didn't your mama tell you that burping in public is impolite? Hát igen. Nem illik mások előtt hányni. Ha jól értettem, azt mondta Samu bácsi. Ó, téged hogy utállak! A kakadémon, a zöld... Jaj! A zöld takoink kakadémon. A taknyos kakadémon. Biztos náthás. Megfázott. Illetve... arról is... jó lenne visszajelzés részletekről, hogy... jó lesz ez a képminőség. Mondjuk 1440p-ben YouTube-on szerintem ennél szebbet nem nagyon lehetséges elérni. De baromi jó egyébként ez a CQP profil. Ez torony magasan a legszebb képminőséget adja. Nyilván, ahogy mindennek, ennek is van hátránya, mindennek van előnye és hátránya a CQP-nak. Ugye az az előnye, hogy bitang jó képminőséget ad, messze a legszebb. Hátránya, hogy nagyon zabálja a helyet. Valamit valamiért. Never any power when you need it. Communication Control Tower. Aha. Hallottam, jó hallottam. Meg a támadását úgy utálom, ilyen hőkövető taknyokat lő ki. Tavasz. Meghaltál, ugye? Jaj! Meghalt? Szétesett, ugye? Szétesett, jó. Á, és megvan, igen, tényleg megvettük a gyors újratöltést. Nekem ezek a füvek egyébként jobban tetszenek, mint mondjuk a Skyrimben. Szerintem ezek szebbek. Nagyobb felbontásúak. Textúrák. Ó, jaj. Azaz! Belehalt a másik hányásába. Látod, ezért nem szabad össze-vissza hányni, mert másik is pórul jár. Miért lenne érzés, ami ez egy csapda? De nem biztos. Jó, ez most nem csapda volt. Azt hittem. Annyira árválkodott ott az egy életerő. Ó, remek. Azért utálom ezt a takonykáka démont, mert amellett, hogy hőkövető projektíleket lő ki, össze-vissza teleportál, ha meglövöd. Nagyon unfair a mozgása. Az mi volt? Jaj, ne! A békakutyák! Nem tudom, melyiket utálom jobban, a takonyk akadémont, vagy a békakutyákat. Ó. Oh. Ez egy melléküldetésnek a... Úristen.
Oké. Icipici spórolni kellene az alkával. Kalopszi. Az. Nekem csak Takonyink Akadémon marad. Jaj. Nem, a nagy táskát nem akarom fölvenni, mert az egy 50-es életerőpak. Ez pazarlás lenne most felvenni. Úr, mekkora bejárható terület van itt, hallod de. Ez miért világít zölden ez a hó? Ez itt. Itt mi történt? Nem lehet, hogy... Fura, hogy olyan más a színe. Á, megjöttek! Na jó, és azok is. Nem hiszem el. Ezek a bombákat dobálósok, ezek a ők a legrosszabbak, komolyan. Fejlővés? Hallom! Fejlővés? Á, az Isten verje meg! Jaj, de jó! Ez csak egy mellékküldetés. Köszike. Jó, most már felveszem. Tudom, hogy van egy időlassító gadgetem, de mondom, valószínűleg nem fogom használni, meg egész egyszerűen nekem ezek a dolgok nem jutnak eszembe a harc hevében. Az az igazság. Tényleg nem jut eszembe használni. Annyira próbálok koncentrálni, hogy lelőjem az ellenfeleket, hogy meg a célzásra koncentrálok, hogy elfelejtem, megfeledkezek a gadgetek létezéséről. Nekem ez már túl bonyolítás egy FPS-ben. Jó, van itt még 20 páncél, meg 25 életerő. Úristen. Sűrűn kell menteni, én nyomogatom is sűrűn a gyors mentést. Ja, szóval ahogy mondtam, a 1440p-ben bitang szép minőségben tudok rögzíteni. Csak az lesz a kérdés, hogy a YouTube konverzió után, tehát YouTube-on milyen lesz a végeredmény, mert ugye YouTube ugye töredékére csökkenti a bitrátát, és értelemszerűen akkor romlik a minőség. Kérdés az, hogy a minőség romlás milyen mértékű lesz, ezt nem tudhatom még előre, mert még nem láttam az előző részt úgy,
Tehát az előző résszel a YouTube még nem végzett, még nincs kész a feldolgozás, így még nem tudom egyelőre, jelen pillanatban. De reméljük, hogy nézhető marad. Nagyon reménykedem abban, hogy nem roncsolja szét túlságosan. Uha. Uha. Power Station. Ezeket kell elindítani, ugye? Oh my god. Aktiváld a generátorokat. Okay. Now back to the hangar for my reward. Ja, csak itt nem tudok visszamenni, haha. Aha, el is indultak, oda néz. Okay, most mit fogok kapni a nyakamra? Maximum töltény az AK-hoz, ez nagyon jó. Viszonylag jó fegyver az AK, azt kell mondjam. Ez... Mi történt? Mi volt a... Valami megfordította a kamerát. Nem én. Ó. Oh. Ó. Oh. Ja, hogy így állunk. Bossz! Most nem akarok beszélni, mert piszak jó a zene. Belenéztem a rakétájába. Jó, mellé ment. Hogy teleportálgat a köcsögje? Hű! Hű! Na!
Jó, ez izgalmas volt. Na, ez... Ne haragudjál, már nem vettelek észre! Olyan jelentéktelen volt. Egész... Húha... Hát ezt nevezem én pazarlásnak. Nincs ki még egy darab HP? Egyetlen nincs. Az 50-es szedjen föl... Aj. Na jó. De csak azért, mert nem jövünk vissza ide. Na, megvolt a első miniboss. A teleportálgatós boss. A köcsögje. Szép! Ezt felveszem, köcsögöm széken. Ez az. Ez az. És közel maximumon van az AK. Nekem egyébként ez az AK fegyver egy picit jobban tetszik, mint a Sirius M4-nek a G fegyvere. Nem tudom miért. Szerintem picit jobban van balanszolva. Mintha ez erősebb lenne. Úgy érzem, hogy erősebb. Még ha csak egy hangya fasznyival is, de... Az igen. Mi van ott a távolban? Egy rakétás lépegető. Ha jól láttam. Gyönyörű. Szikla volt. Nein! Kelleni fog az a képesség, hogy sprintelés közben tudja újra tölteni és lőni. Az nagyon-nagyon hiányzik. Főleg az előző ütközetnél, ott lenn a generátornál, ott nagyon kellett volna, mert mindig amikor újra töltöttem, ugye akkor nem lehet sprintelni, és akkor éreztem, hogy kicsit lassú ott a tempó. Könnyen utolérnek akkor a dögök. Nem azt mondta a játék, hogy kapok holó decoyt? Ott hagytam? Nem vettem föl? Azt mondta a játék, hogy a reward az holó decoy. A jutalom, hogyha megcsinálom ezt a küldetést. De én nem láttam ott sehol holó decoyt. Ja, jó, nem szóltam, oké. Most be tudom menni a hangárba, és itt lesz majd a holó decoy. Feltételezem. Nem kicsit csapda. Kicsit sem gyanús. Nincsen C4-em. Hát ez gyönyörű!
Sometimes the fight is its own reward. Oh. Rage Zero, nem is holodikolj, pedig azt írta a játék. Még ez is értelmesebb, mint a... Aha, aha, itt, aha. Jó, a Rage Serum az nem teljesen... nem teljesen szar, mondjuk. Túl gyorsan véget ér a hatásod, mert pár másodpercig tart, az... Ezt is keveslem annál. Zó, akkor most jön az, hogy konténereket. Ó, várjá. Csak arrébb kell őket dobni, az kész. Tehát én csak dobjam le. Ennyi? Elbetű. Okay. Jó. A lenti konténert kell onnan elvigyem, mert nem tud feljönni a platform. Értem. De akkor nekünk azt kell onnan elmozgatni, azt ott. Úgy. Elvileg most jók leszünk. Ha? Ja, az jó. Ha minden igaz. Jaj, nem már, hogy az... Ez most fucking komoly. Az az fél milliméter? Istenem. Nem jó helyre dobtam azt a konténert. Remek. Hát de nem tudom... Nem tudom onnan elmozgatni. Most talán. Ah, na végre! Ott van még egy tízes. Páncél.
Marcus? Calvary's here. Oh, thank God. I thought I would never make it out of here. These monsters killed my unit and trapped me in here. I tried to contact the local partisans, but they're too far and I... Úristen, ez a lángszórósnak a lézer verziója? Nem? Mellé. Mellé. Anyád. Mellé. Nagyon-nagyon kell az a sprintelés közbeni újratöltés képesség. Nagyon-nagyon kell. Nagyon hiányzik. Fröccs. Aha. 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 Ha hülye vagy! Megőrült. Gyere le! Gyere le, te szarházi! Azt a leború szivar végig! Jaj, de jó! Nem tudtam, mi hiányzott az életemből. A jó anyádat. Most mellé legyen ezekből a dagadt izékből. Kellene még gránát ez a sotihoz. Köszönöm, igen, pont erre gondoltam. Hű, a mindenit. Sam Stone. I'm heading towards Tunguska, but I'm afraid I forgot my travel brochure at home. Wait, Sam Stone himself? Oh, holy shit, man! My name is Igor Ledo. Where are you exactly? I'm, not quite sure. Looks like an oil refinery. Wow, you're a long way from home. Listen, you need to get out of that refinery and head straight to the south. Me and my partisan squad can help you to reach Tunguska. We'll be waiting for you in a small village called Kalinovka. You can't miss it. Sounds great. Thanks, comrade. No problem, man. Hey, turn your gold link to our channel just in case. Jaj, de jó. Blugy, blugy! Aha! Oj! Ja, hogy ott, ja! Ja! Várjál, akkor itt valami más! Nem! De beúszik, amikor nem is oda akarok menni. Beszív az a nagy ventilátor? Na várjál! Valahol ki kéne. Ja, látom! Nem látom. Hé? Benitóf? Most
most nem értem. Na, így kellett volna az előbb is, igen. Azért csinálok egy mentést. Pászó, bedarált az a... Igen, ez az izé itt fönn mozog. Hú, de kíváncsi leszek, hogy a YouTube-on milyen minőség lesz végül ebből. A YouTube konverzió mennyire fogja elfogadhatóra csökkenteni a minőséget. Aha. Ciao. Na. Most végre csönd van. Tehát. Ja, itt kellett, értem. Ledov. Just had some unexpected guests. Oh, well, you'll be happy to know I have a great plan. I'll be happy when it works. Oh, a plan that works. Oh, you know what? I'll get back to you later. I don't know why I'm being so hard on the guy. It's not like my plans ever make sense. There you. So a burn attack pattern is bold, but kerüljem el a lézer támadását. Thank you, Captain Obvious. Ezt meg már ismerjük, ezt a kacsagot, igen. Oh, hello. Ciao. Csak ti hiányoztatok. Szerintem ezt elrontottam. Igen. Rossz fegyver. Mindig a csontvázakat utálom a legjobban. Ja, téged hagytalak ott. Erre van-e? Aha.
Na most, ha én itt bemegyek, be fog záródni mögöttem? Remélem nem. Várj, itt nem is tud mi bezáródni, ugye? Elvileg. Reméljük. Ugye ott van hátul az 50-es életerőcsomag. Szerintem itt úgyis lesz most valami ütközet, itt is. Szerintem, úgy tűnik. Nekem úgy tűnik. Igen, itt most, aha. Just do yourself a favor. Drop dead. Ó, hát ez remek! Mondtam, hogy békakutyák! És még egy gekó is! Minden! Az a legnagyobb... Az összes... Köcsög... Egy helyen! Csak bezárta! És mégis bezárta, látod? Nézd meg! Na, most ki... Jó, oké, kinyitotta. Oké. Hű... Élet, az gépfegyó lőszer. Sotihoz kéne még egy kis lőszer. Hűha. Ó! Nagyon jó! Fejlesztési pont. Azért kell megvegyük, sprintelés közben, amit mondtam már sokszor, sprintelés közben tudjak újra tölteni. Igen. Ez nagyon-nagyon kell. Ez már nagyon kellett. Oké. Jó. Őha! Remek! Nem! Elrontottam. Nem mentem félre időben. És akkor nem is tudok már... Van itt létre? Nem is figyeltem. Nincs. Nyilván nincs. Egy pár finomságot adott a csávó. Na, így azért... A textúrák elég jók a játékban amúgy. El kell ismerni. Hogy mi van? Giant robotic chainsaw arm has four words that were meant to go together. Jó, ezt most nem olvasom el. Erre kell menni. Jó. És akkor Nem volt csapda? Arra számítottam. Oké. Okay.
Igen, itt vagyok a közelben. Ó! Oh. Az fejes volt. Heavy Machinery Garage. Jó, ezt elfogadom. I would like to register complaint regarding vehicle maintenance at the refinery. Vehicle batteries are lacking charge. And battery storage facility contains excessive amount of hostile alien life forms. However, as weather is reminiscent of pleasant spring day in place I grew up, I have decided to walk to scientific research outpost to join ETF. Yeah. Na erre sem emlékeztem, hogy így kapunk egy meket. Egyáltalán nincs ilyen emlékem a játékra, amit mondtam, valamiért nem... Az emlékeimben nem maradt meg ez a játék, nem tudom miért. De hát erre jó most ez a végigjátszás, hogy felelevenítem az emlékeket. A mech. With a chainsaw. I love Russia. Igen, shifter. Sokkal nagyobbat tud deselni ez a Mac, mint a 4-ben a Papa Mobile. Sokkal nagyobbat tud deselni. Szerintem erre szükség is volt amúgy. Jó, ez a láncfűrészes támadás, ez egy tömegmészárlás. Mi volt ez az előbb? Minden szétfröccsent. Jó, őket nem szabad láncfűrészel, mert ők szétrobbannak.
Na, itt végre megcsinálták azt, ami a Sirius-en 4-ben nagyon, de nagyon hiányzott. Ugye a 4-ben, amikor a Papa mobiléval kellett menni, csak akkor töltötte újra a rakétákat és a gépágyút, hogyha teljesen kifogyott. Manuálisan nem tudtad újra tölteni, itt újra tudod tölteni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, és ez nagyon kellett a játékba. Ezt korrigálták. Helyes. Ez egy nagyon-nagyon jó lépés volt. És manuálisan újra lehet tölteni a rakétákat. Ez is sokkal-sokkal jobb. Ez sokkal jobb így, hogy manuálisan újra lehet tölteni. Ez így egy óriási nagy segítség. Fröccs! A vérzuhatag! Alter! Elmebeteg, egyszerűen elmebeteg. Aj, de jó. Aj, ez most kárpótolt az első pályáért. És ez a zenével, azt a cirkusz. Tavasz? De lassan mennek a rakéták. Röcs? Jó, enemy down. Enemy down. Az is megvan. Látom a szarházit. Uncsüssz!
proč? Hogy darabokra szakadnak. Ja. Unches. Na, nem hatál meg. Szemtelenség. Fröccs. Aha, arra kell tovább menni. Ó, jó napot kívánok! Várja, először a rakétásat, ő a legfontosabb. Hogy távolról ne tudjon beleköpni a levesünkbe. Na! Fröccsöntő parti! La 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 la. Ah, imádom! Oha! A türelmetlenek, nézd meg! Ilyet! Fröccs! Ez egyelőre ez mocsok jó ez a küldetés, ez a pálya. Ez így... Ez totál más, mint az első így. Ajaj! Durvul a hóvihar, ha jól látom. Ha jól láttam akkor, hogy... Itt-ott vannak rakéták is. Csüssz! Na menj arrébb, légy szíves! Ne rosszalkodj! Azaz!
There can be only one. Egy gnóm! Csak egy maradhat? Igen? Nem a hegylakónak volt az a szlogenje? Én sosem néztem, de azt hiszem, hogy annak volt. Onchus! La 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 la. Szavasz? 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 Itt maradtatok, elnézés, kihányok, így. Valahol még van... Honnan lőtt? Hallom, hogy piu-piu. Csak még nem látom, hogy honnan jön a piu-piu. Ja, innen jön a piu-piu, ne haragudjál már! Jaj, ne! Hát... Igen. Ez annyira jó volt. Nincsen C4-em. Ide kellene kettő darab C4. De... Olyat én... Ez nagyon-nagyon jó volt. Ez kárpótolt az első pályán elszenvedett bosszúságokért. Ez nagyon-nagyon fán volt. Ezt piszok jól megcsinálták. Jó napot kívánok! Kellene valahonnan egy C4-et szerválni, csak nem tudom, hogy honnan. Nincs itt valahol. Hogyha én ott bemegyek, akkor nem tudok visszajönni, nem? Tehát... az mi? Csodálatos! Hát ez nem jó, mert oda kettő darab kell, he! Nekem csak egy van! De azt a konténert, azt ahhoz kettő darab kellene. A játék elején meg kellett volna tartanom azt az egy darabot, amit felhasználtam az első pályán? Hát ez köcsögöm széken, kedves készítők! Na, nézzük meg! Aha, nem. Ide kettő kell. Ahogy sejtettem, igen. Ide kettő kell. Hát akkor, fiú, hogyha a játék majd ad arra lehetőséget, hogy ide visszajöhessek... Ah, fuck it. Akkor felrobbantjuk már, mint hogyha találok több C4-et és vissza lehet ide jönni, akkor felrobbantjuk ezt a konténert, de így most nem tudok vele mit csinálni. Nem robbantjuk fel azt a konténert. Az ott marad. Az ott marad. Na ez a küldetés, ez a pálya, a másik fejezet, ez zseniálisan jó volt. Ez piszok jól össze volt rakva. Hibátlan. Ez nagyon-nagyon jól össze volt rakva. Ezt egy pillanat erejéig sem találtam unfairnek. Ez jó volt, ez nagyon tetszett. Nyilván a
meg volt a fénypontja, meg a látszűrésze is. Calling Ghost Squads, this is Elena. I've located Brent's plane on the airfield, 4 kilometers away from the refinery. I guess it stays there for refueling. Sure, should have brought my rocket launcher. Be ready to open fire, people. Looks like they're taking off very soon. Over and out. Pia, hogy csillog a két Desert Eagle? Most a bal oldali, nézd! Oda néz! Most a jobb oldali! Megcsillan rajta a napfény, oda néz! Oda nézze! Zó! Nagyszerű! Szibéria, de! Jó! Biztos! Na! Innen fogjuk folytatni a következő részben, remélem, hogy... De figyelj már, itt miért van sárga felkiáltójel, csokolom? Player miért van itt? Ja, hogy szereztem újat? Hát ez tök jó. Remélem, hogy ugyanilyen fun lesz továbbra is, majd meglátjuk. Minden esetre köszi a figyelmet, innen folytatjuk, szevasztok!